az Ez itt a kérdés stúdiójában Gulyás István. Üldözés, tönkretétel és kifosztás. Ez a sors várta a második világháborút követően a magyar elitre. A folyamat a Kádár rendszerben is megmaradt, sőt, 90 után is rágalom hadjárattal támadtak azokra, akik igyekeztek visszaszerezni a földjeiket, családi igazságukat. De vajon egyáltalán újraéleszthető a magyar nemesség, vagy ez már csak a leszármazottak vágya? Ez itt a kérdés. Kezdünk! Érkezik hozzánk Fritz Tamás politológus, aki szerint a rendszerváltásoknál a személycserék nélkülözhetetlenek, de nem mindegy, milyen rendszerváltásokra kerül sor. Velünk lesz Zicsi Mihály, a Zicsi család leszármazottja, aki úgy látja, minden hódító lefejezi az elitet. 1950-től 53-ig félmillió embert vád alá helyeztek, csak nem 3000 családot kitelepítettek, 41 ezeren voltak börtönben politikai okokból, ez a lelkár elképesztő. Ezt már Gazsuel Ferenc újságíró vallja. És velünk lesz még Máté Áron történész, aki szerint az 1944-45-ös évek olyan változást hoztak a magyar nemzet életében, amely példátlan, hiszen korábban még soha nem állt neki egy politikai csoport egész társadalmi rétegek eltüntetésének. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket és köszöntöm stúdiónk vendégeit, szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek és az elitről lesz szó. Egy nagyon fontos kérdés fogalmazódott meg bennem, de abszolút történelmietlen, ránézek árolra. Ilyet nem szoktak történészek föltenni, de azért játszunk el a gondolata, hogy hol lenne ma Magyarország, ha létezne a, a nemes és az arisztokrata elitünk, Tamás, szerinted? Én szerintem sokkal leülött el talánk. ez az első reakcióm és amikor tényleg itt a rendszerváltásokról gondolkodunk, mert azért a 20. század bővelkedett rendszerváltás sokban Magyarországon, akkor azt kell, hogy lássuk, hogy a 45-49, tehát a komodista hatalomátvétel ebből a szempontból még annál is nagyobb károkat okozott, mint, mint úgy, első ránézésre gondolnánk. Tehát valóban egy olyan értelmiségi és ö, jól végzett és gondolkodni tudó társadalmi csoport került ki tulajdonképpen hány évig, legalább 40 évig a, a körforgásból, a magyar közéletből, amelyik ö, végeredményben ö, ma nagyon-nagyon-nagyon sokat tudna segíteni ennek az országnak. Tehát én azt gondolom, hogy rögtön a politológus szólal meg belőlem, és a jelenkor kutató is bizonyos értelemben, hogy, hogy amikor azt a politikai kultúrálatlanságot látom, ami körbevez bennünket, azt a, azt a alacsony színvonalat, lássuk be bizonyos értelemben, ami a politikát, a közéletünket jellemzi, azt a fajta hát tájékozatlanságot, műveletlenséget és alpári stílust akkor ilyenkor az ember mindig azt gondolja, hogy ez a fajta történelmi megszakítottságunk, amely, amely ezeket a rétegeket kiszakította a történelmünkből, ez akkora bűn, vagy akkor a hátrány, amit igen nehéz visszahozni, nem lehetetlen. De azért azt látjuk, hogy 89-90 óta is eltelt 30-35 év, és, 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 még mindig nem, és még mindig avval küzdködünk, hogy olyan, olyan, nap, mint nap olyan alpári nézzünk nézünk szembe, amelyel azért... Sőt, mondta, egyre inkább. Végül is egyre inkább, igen, és egyre, egyre, egyre. Ami, 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 talán elkerülhető lett volna, hogyha ez a réteg megmarad. Most a hagyományos sorrendet megszakítjuk, mert Mihály, te érintett vagy ebben az ügyben, úgyhogy te leszel az utolsó ebben a körben. Feri, szerinted hol tartanám? Csatlakozni tudok csak ahhoz, amit Tamás elmondott, azzal, hogy, hogy nem csak a, a felső osztály, tehát az arisztokráciának a, a csúcsa, az elit tűnt el, tehát semmisítették meg, illetve üldözték el az országból, hanem az a bizonyos középosztály, amin mindig múlik, ami, ami a társadalomnak a derékhada, amin múlik a jövő. Tehát, tehát például bél, bélistázták, ugye, és kizárták a közigazgatásból a teljes közigazgatási állománynak a 70 át A régi Ludovikás honvétizteket elüldözték, bebörtönözték, hadd ne mondjam. Tehát, tehát olyan, olyan tényleg száz évre előre mutató károkat okoztak ebben a múltat végképp eltörölni légkörben és hangnemben és működésben, amit képviseltek, amit talán annak idején, és ezzel nem, menteget, nem mentegetem őket, ők sem gondoltak át, vagy pedig talán éppen nagyon is átgondoltak, hogy vissza ne térhessen, vissza ne jöhessen, legyen, legyen visszafordíthatatlan az a fordulat, ami, ami, az ő hatalmukat jelentette. Tehát elvágták a gyökereket. Áron, szerinted? Na most itt több kérdés is összecsúszik, ugye az, hogy hol tartanánk, tehát erre történészként nem azért nem tudok válaszolni, mert a mi lett volna, ha az egy... Tehát azért, azért egy történésznek néha azzal is kell foglalkozni. Ezt, ezt néha letagadják a történészek, de manapság azért ez, ez már így előjön. Erre azért nehéz válaszolni, mert hogyha megnézzünk egy Egyesült Királyságot, ott, ott ugye ilyen jelenségeket tapasztalunk, sőt, mondanám, még, még ilyen ebbeket, vagy, vagy Spanyolországon, tehát ö, 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 ahol volt egyfajta helyreállítása az egésznek, ö, tehát én nem innen közelíteném meg, hanem inkább onnan, hogy először is mikor kezdődött ez az egész, és erre vállal, adjuk meg a választ, 1944 tavaszán, a német megszálláskor, és nem csak arról van szó, hogy a zsidó vállalkozó réteg, azt eldeportálták, hanem ott már elkezdték, a magyar szuverenitásért kiálló többek között ugye az arisztokráciából is. Betlengróf. De, Betlengróf. de akár mondjuk Bánfi Dániet is Bán, Így van. Tehát így. másokat is mondhatunk. Tehát ott már elindult, ezt egyébként George Cannon, amerikai nagy, a diplomáciának az egyik nagy öregje volt, meg hát történet, és ő is fölismerte, hogy a németek elkezdték elvégezni a munka első felét, amit a szovjetek utána, mert jó haladva, ugye erre mondják azt, hogy a kommunista közmondás szerint Bajcsi Zsivinszkit milyen jó, hogy kivégezték a nyilvasok, különben nekünk kellett volna. Neke. Na most a második kérdés az, hogy milyen evitekről beszélünk. Itt ugye már volt szó közigazgatási tudásevitről is beszélhetünk, akár a történész szakmából is, de beszélhetünk a magyar parasztság, a gazdatársadalom evitjéről, ugye, akiket kuláknak bélyegeztek. Ez egy két évtizedig tartott, másfél évtizedig, 1961-62-re fejeződik be a teljes felszámolásuk. Akkor beszélhetünk a szakmunkás réteg, ugye? A szociáldemokrata párthoz köthető, a legjobban képzett, legöntudatosabb társaság. És így végmehetünk minden társadalmi csoporton, és mindenütt ki fog derülni, hogy egy teljes buldózereffektussal állunk szemben és hogy tehát azért nehéz azt mondani, hogy enélkül, hogyha ez nem történik meg, akkor ne állnánk jobban, mert én is csak ezt tudom mondani, nem mindenképp, már csak hogyha a humántőke nézzük, most nem csak a, 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 deportálásban meghaltakat, hanem a tönkretett tévetek, a félbeszakadt tévet művek és a többi, meg az, hogy egész egyszerűen letagadták a megelőző teljesítményeket. Tehát azért ezt is... A mai napig folytatódik. Ezt is, ezt, ezt vegyük számításba. Mihály, te érintett vagy. Igen. Hát, hogy egy Science-Fashion világából való kifejezés, vendégkifejezéssel élek, szakadás történt a téridő kontinuumban, tehát az a társadalom, amelyik évszázadokon keresztül szerveződött, vezették jól-rosszul, az a társadalom, amint az előbb elhangzott, szinte vagy minden rétegében egy, egy olyan traumát szenvedett el, amiből a mai napig nem állt föl. Összességében azt lehet mondani, hogy a diktatúrák, és itt a totalitáriánus diktatúrákról van szó, mert ugye elhangzott, hogy már 44 ben ez elkezdődött, az emberi minőség volt az, ami náluk kiverte a biztosítékot. Az emberi minőség volt üldözendő, tudásban, tartásban, nemzethez való hűségben, és ezt az emberi minőséget gyalulták le. Tömören és röviden, hát ennyi, ennyi történt, ennek máig is szoka. A itt, itt két dolgot érdemes szerintem külön választanunk, amikor a kommunista hatalom beszélünk, ami egy rendszerváltás, ugye, a maga, maga módján. És kétfajta bosszút állt tulajdonképpen a kommunista hatalom. Az egyik az ideológiájából következett. Az az, hogy csináljunk egy ilyen marxista lenista társadalmat, ez egy osztályharc, ugye? Tehát vannak osztály osztályellenségek, és az osztályellenségeket ki kell nyírni. Most egyszerűen fogalmazva. Tehát polgárság, arisztokrácia, papság, ne feledjük el, ö, ö, akkor a mezőgazdaságban ugye a, a, kulákok, az ingadozó középparaszt, akivel tettek, amit éppen Al alkalmasint tettek. Tehát megvoltak ezek az osztályellenségek. amelyeknek amelyek... valami valamiféle gazdasági gerencük is volt, nem csupán morális. És tulajdonuk volt, és önállóak voltak, és szuverének voltak, és szuverén gondolkodók voltak, ahogy te mondtad, középosztály, valamilyen szinten középosztály, ami minden egyes demokráciának az alapja, hogy minden polgári alapja tulajdonképpen. Tehát az egyik része az ő bosszúállásuknak vagy céljaik elérésének, amik erőszakos célok voltak, azt ebben láthatjuk az osztályharcban. Az osztály ellenséget legyőzték, bebörtönözték, megkínozták, Andrási út hatvan meggyilkolták, tehát a legdurvább módszerekkel ugye ez a kommunizmushoz hozzátartozik. A másik viszont, hogy rájöttek arra, hogy az értelmiséget is, tehát a gondolkodó embereket, akik talán nem is annyira feltétlenül osztály ellenségek, de túlléptek ezen, és a nem osztály ellenség, de veszélyes réteg, gondolkodó réteg, orvosok, ügyvédek, akikre azért mindig szükség van, de az ő körükben is azért vagy hát. Társadalomtudósok. Hát és akik itt nem voltak hajlandók elfogadni a hasznos idióta a státust? Pontosan. Tehát akik gondolkodtak, és azoktól nagyon féltek. Tehát ez volt a másik. Tehát az osztályhárton túl még azt is pontosan tudták, hogy őket is háttérbe kell kőkeményen szorítani, akik nem osztály feltétlenül, de képesek arra, hogy átgondolják azt, hogy mi történt, és szembe menjenek ezzel a történettel. Ennél brutálisabb rendszerváltás azért. Én azt hiszem, hogy a 20. században nem történt, pedig ez a világégések százada volt. Igen. Hát gondoljunk bele, 1950 és 53 között három év alatt több mint egy millió ember ügyészségi eljárás alá került. Közülük minden másodikat, az fél millió embert jelent, vád alá helyeztek. 53 végén 41 ezeren voltak a tisztán politikai elítéltek a börtöneinkben. Körülbelül 3000 családot kitelepítettek. A rendőri felügyelet alatt a jó ég tudja, hány tízezren voltak egyébként, a mi családunk is megszenvedte ezt, amikor tíz órakor a csengőfrász, ugye be, becsöngetnek, és, és mindent átnéznek, no a két, heten, két héttel korábban már ott voltak, és mindent átnéztek, én magam megértem azt három évesen, hogy a kiságyamba a szuronnyal bele turkált valaki, aki ottan kísérte ilyen, ilyen karhatalmi erő a, a nyomozókat, mert apám rendőri felügyelet alatt volt korábban, szóval, szóval elképesztő terrorral és agresszivitással járt ez az ő rendszerváltásuk. Hát ez mindenképpen ijesztő, de ugye szóba jött a hasznos idióta, és közben eszembe is jutott azonnal a, például az Eszterházi családnak a története. Ugye az egyik oldalon a, a hercegi ágat Pál Herceggel börtönbe zárják, és utána elüldezik gyakorlatilag. A másik oldalon viszont ott van a, a grófiág, amelyik egy része menekül, más része viszont itt marad, és itt próbál marad, túlélni. És nem, hát próbál túlélni, és ez minden esetben nagyon nehezen ment. Most visszatérnék egy pillanatra még a legyalulás fogalomra, hogy ugye a társadalomnak mindig a felső rétege, az a társadalom egésze számára valamiképpen mintaadó réteg. Tehát a társadalom egésze azt próbálja utánozni külsőségekben, de nem csak külsőségekben, hanem mentalitásban is. Na most a bolsevik diktatúrának és minden diktatúrának, vagy legalábbis amit mi megtapasztaltunk, a velejárója a kontraszelekció. Na most a, az emberi minőségben, a morálban is. Na most, ha egy társadalom nem lát maga előtt pozitív példát, és mert azok is azt csinálják, ugye, fölről mutogatva, akkor hosszú évtizedek alatt az a társadalom elzüllik. Mert nincs egy mintahadó rétege. Mert hiszen a korábban a, az elit, ugye, a, a haza védelméért kapta a nagy vonalakban persze, a pénzparipát fegyver. Tehát gondoljunk a vezekényi csatára, ahol négy eszterházi fiú esett el. Most akkor ezt tessék utánuk csinálni. Na most 45 után a haza elárulásáért járt a pénzparipa fegyver, tehát akkor a, a morálban, a mintadásban egy 180 fokos fordulat következett be, és ezt nem lehet hosszú távú ö, következmények nélkül büntetlenül megcsinálni egy társadalommal. Igen ám, Áron, de volt egy olyan példa, ami, ami nagyon határozottan közép-kelet-európában megjelent, és gyakorlatilag kritika nélkül másolták a, a bolsevik szovjet típusú, vagy a stalinista típusú, nevezük így, hatalom rendszer, amely gyakorlatilag a saját elitjét kellett, hogy kinevezze, és ez az elit legyen bármilyen uh, státuszú is, vagy bármilyen státuszból jött, ez mindenképpen proletár kellett, hogy számítsa. Igen. Most uh, felolvasnék, ez egy apróság, egy egyetlen egy adatot. Uh, Dávid, Fe, Dávid Ferenc doktori értekezése azt mondja, a katonapolitikai osztályon dolgozó kb. 300 főből 42 fő uh, kötött egymással, tehát ez 25, 21 házasság, kötés. Tehát ez csak a katonapolitikai osztály. Tehát itt ugye most arról van szó, hogy gyakorlatilag összehozzák az embereket, és szó szerint születnek az új elvit tagjai. Na most a, a másik része azért ne felejtsük el, hogy ez az úgynevezett fényes szellők nemzedéke. Ez egy nagyon jóindulatú kezdeményezésként indult még a horti időkben, tehát a két háború közötti polgári rendszervek, végén a györfi kollégiumokkal. Pontosan azért, mert ugye hát volt egy olyan társadalmi struktúra Magyarországon, ami hát egy kicsit olyan beállott volt, nem engedett minden esetben teret a kezdeményezésnek, az egészséges mértékű mobilitásnak, és akkor gondolták, hogy a nép köréből jó lenne felhozni a tehetségeket. Ezután ugye átment nékhozba, de most nem véletlen, hogy ezt azért kommunistáék egy ideig próbálták kisajátítani, megleúrani, utána pedig feloszlatták, mint ugye rendkívül gyanús dolgot. Tehát volt egy ilyen része is a történetnek, ehelyett az új evit az gyakorlatilag az erőszakszervezeteken keresztül nagyon keveset beszélünk arról, hogy az új karhatalmi rendőri egységek, ezek a vörös karszalagos osztagok hogyan születtek meg, ebben hogyan választották ki az embereket, és ebből hogyan emeltek ki kádereket, hogy hát különböző párt tanfolyamok, itt nagyon sok gyors talpaló tanfolyam volt, pártiskola, a Karolina úti pártiskola, ugye az egyik ilyen volt ezekben a kezdeti években. És és ezekből áll össze, ja, hát aztán a, 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 jogi részét nem is nézzük, a jogásztársadalmat, hogy ott hogyan lett valakiből gyors talpalókon keresztül évet, és halál fölött döntő bíró, vagy, vagy ebben befolyás szerző ügyész, ugye. Tehát itt egy, 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 nagyon sekélyesen, de egy nagyon komolyan elkötelezett, és egy nagyon célorientált új elit megszületésének vehetünk tanúi. Ez nagyon fontos, amit Áron mond, mert a következő kérdés valóban az, hogyha kiírtjuk tulajdonképpen a középosztályt, kiírtjuk a szakembereket, kiírtjuk a, a, a vezetőpolgárságot, a meritokráciát, akkor ki, kik vannak helyettük? És azért ez a kommunista rendszer, ez küzdködött ezzel, azért jó, hogy ezt behozod, hogy hát akkor ezeket helyettesíteni kell. Hát, hát erről valahogy... beszél Mihály akkor, amikor a kontraszelekciót említi. Erről van szó? Na most... Talán a legjobb példa erre, a legegyszerűbb példa, mindenki ismeri, a Tanú című film. De a Tanú című film az azért, azért abban a szempontból nagyon jó, más szempontból is jó, mert szellemes film. Ja, hát azért más szempontból meg tudjuk annak a hátterét, de mindegy, ja, szellemes, szellemes, igen. Így van, Bacsó Péterről sokat tudunk, így van, de, de 69-ben készült a film. És, és hát bemutatja azt, hogy hogyan, milyen gyors talpalókon keresztül kellett tulajdonképpen egy, egy vidámparknak a vezetőjét ugye megtalálni, vagy most nem, nem soha, egy, kutatóintézet főnöke lett, ugye Pelikán elvtárs, tehát mindent ki, mindent, ki, kellett, hogy próbáljon, és mindenben csődöt mondott, de a kurcó az volt, amit Virág elvtárs mondott, hogy Menet közben kell megszerezni az önbizalmat a feladatokhoz. Hát el, elkezdték ezek a szerencsétlen emberek, amihez nem értettek, egyszerűen gyors talpalókon kiképezték őket, és a döbbenet azért az, hogy közben persze a tanulcímfűvel is látunk, látunk, azért használják ők a régi szakértelmet. Például gondoljunk a a, a, a nyelvtanár aki pelikánt próbálja ott a, a tanú szerepre betanítani, azon látszik azon a hölgyön, hogy a régi rendszerből való, tehát nem tudták nélkülözni teljesen, csak ezeket alávetették, tehát kiszolgáltatott személyek voltak, nem, te, nem nagyon tehetek más, azok még a régi rendszerből valamennyire használni a kellett a rendszernek, hogy nélkül nem ment volna, de egy tény, hogy egy ilyen brutális, gyors folyamaton keresztül, paraszt és munká, alulról jött paraszt és munkás származású embereket, egyszerűen kiképeztek mindenféle feladatokra, és hát ez azért úgy, úgy rajta volt az 50-es évek, 50 éveken ez a bélyeg, hogy természetesen ezek az emberek hozzá nem értőek voltak, és, és ezért ez a rendszer tényleg egy brutális személycserét hajtott végre. Tehát a rendszerváltásban, most csak hagyd mondjuk egy példát, egy 20-as rendszerváltás, amikor a tanácsköztárság és a Károlyi korszak, meg a tanácsközság után visszatértünk a mondjuk a folytonossághoz, tehát a történelmi folytonossághoz, és a, a telekés a betlen korszaknak a rendszerváltása, ha úgy tetszik, ha úgy tetszik, rendszer visszaváltása egy normális polgári létmódba vagy polgári keresztény társadalomba, az nem kellett, hogy járjon ilyen brutális személycserékkel, hanem azért vissza tudott jönni a dualizmus korából, aponyék korából, tehát azért a 14 előtti korszakból vissza tudták hozni azokat az embereket. Igen, tehát de már ilyen... akkor is csökken az arisztokrácia részvétele például a politikában. Én. De ez nem feltétlenül... De nem baj, csak most... Arról bocsánat, szó, tehát... Hanem a szakértelemről. Igen, tehát most az, hogy az arisztokrácia, tehát... Öhm, Jó, csak ez azért jutott eszembe, azért azért jutott mert ugye az 1945 és 47 közötti kvázi demokrácia korszakában, mert hát azért szuronyok között létezett az a demokrácia, az első és kitüntetett feladat az az volt, hogy a birtokrendszert újra struktúrálják, tehát egyértelműen az arisztokrácia volt az, Na. amelyik ott szembe kerül. Bocsánat, itt, először azért, itt, azért ezt elnézést, hogy, hogy megint magamhoz ragadtam a szót. Tehát azt a földreformot ugye a szovjet elvtársak tervezték meg. Volt egy történelmi adósság a magyar parasztság felé, ezzel ők visszaéltek. Ezzel ők súlyosan visszaéltek. Az tipikusan az abba a viccbe torkolott, hogy nem osztogatnak, hanem fosztogatnak. Kézen közön eltűntek ingó ö, vagyonok, itt gondolok mezőgazdasági gépekre, állatállományokra, Évetképtelen birtokokat szándékosan megcsináltak, és nem csak az arisztokrácia, tehát itt különböző független intézmények, az MTA. -nál. Nak például a vagyona. Egyház. Most itt egy ház. Egy ház. Nyilván. Nyilván. Tehát itt, itt azért ne csináljuk azt, mert hát nem csak arisztokrácia, tehát itt, a középbirtokos személyeknek is, vagy hát a, mezőgazdasági vállalkozó réteg már volt akkor is ilyen. Tehát mondom, ezt ne szűkítsük be. Igen, csak mondjuk a politikai, kik potenciálisan ellen, a rendszer szempontjából politikailag kikristályosodási pont lehetett volna az arisztokrácia, tehát a felső réteg, tehát mindig azt kell először kinyírni, ugye? Persze. És akkor utána a többi, de, de, igazad van, a többit is így, így kinyírták. Na most vélelmezem, hogyha a korábban a telekiféle földreformot végrehajtják, még nem halasztják el a háború utára, akkor a kommunistáknak sokkal nehezebb dolgok lett volna. Bár előttük nem voltak akadályok, ezt is, tudjuk. ezt meg. az egyet. Na jó, csak hivatkozási hozzá. alap az azért kevesebbet volna, meg mozgósító erő, mert nagyon sok embert meg tudtak ezzel. Azért szóval, igen, csak gondoljunk abba bele, hogy, hogy ugye csináltak egy, egy óriási tizedelést, amiről itt most beszélünk mindösszesen az, az arisztokrácia, az egyházak, a középosztály és a többi, a polgárság, iparosság, és akkor jött 56, és 56 után ugye kiment 200 ezer emberünk. Na most ennek a 200 ezer embernek a négyötöde is gyakorlatilag olyan volt, aki ennek az országnak az újraindításához, a motor berugásához, beindításához kellett, borzasztóan van. kellett volna. Ugyan gyakorlatilag, van. A színe Egy java, hát az, az, az ment ki. Most néhány olyan, aki, aki mit tudom én katonai cselekmények miatt menekült, nem néhány, az se, de, de, de őket talán vegyük ki, de őket sem vehetjük ki ebből, a kettő egymásba fonódik, Persze. a kettő összefügg. Tehát ez a 200 ezer ember azért is hiányzott hatványozottan, mert előtte történt, ami történt. Tehát megint egy újabb lefejezés történt az emberi minőség tekintetében. És akkor ez, ez aztán így, így hömpölyök tovább, és aztán elérkezünk 1990-ig, amivel kapcsolatban nagyon kemény kérdéseket lehetne akár De azért történni. van még néhány kemény kérdés, az 56 és 90, vagy 56 és 89 közötti időszakban is, mert azért 1947 és 1956 között egy nagyon konkrétan megfogalmazott vérgőzős diktatúra van, tehát ott nagyon pontosan, ott, ott nincs mese, ott, 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 ha valamit kimondtak, annak körömletépés, akasztás, főbelövés és egyéb lett a vége. 1956 után, különösen ezek a 60-as évek, 62 után, 62-63, amikor befejeződik gyakorlatilag a TSS-esítés, Onnantól kezdve egy, egy, egy morális széthullás is van a magyar társadalomban. Tehát tiéd a szocializmus, vagy tiéd az ország magadnak épített. Hát jött egy hazai változata is. Így, így vitték a haza, igen. Igen, 63-ig van a véres, onnantól a gennyes. Így van. Én így, így. fogalmazom. Hát egyrészt ugye tényleg 63-ig, meg 56 is már, ők brutális, erőszakos, gyilkos módszerekkel kiépítették ezt az új hát elitet nem merek mondani, csak hát végül is ezt az új közigazgatási, szakmai, tehát ezeket így próbáltam beszélni az előbb. Azért úgy. ott már nagyon szofisztikált módszerek vannak, Tamás. Már 56 után. után. Így van, ezt akartam mondani, hogy viszont a rendelkezésükre álltak, tehát az 56 ugye megint azért egy, hát egy rendszerváltási kísérlet volt, elbukott, el leverték, de ugye tudtak visszanyúlni a 56 előtti már új, új uh, rétegekhez, akik irányították az államot, és azokat különböző helyzetbe hozták, hát ugye Áron uh, többet tud, meg uh, Borvendék Zsuzsa, stb. Hogy, hogy meg főleg a ti uh, intézetetek, ugye azért ezt végig kísértétek az útját azoknak az 56 előtti ávósoknak, ilyen-olyan elvásárokat. Hogyan, hogyan jön vissza az elbocsátott légió? Egy abszolút jelen hát, van. Az, az, az már egy következő szanárként. lépés, az már egy következő lépés. Nem akarom feri elő, csak egyetlen egy dolgot. Tehát a 20. századi, van, aki ugye kivenc rendszerváltást mond, most ez is egy definíciós kérdés, tehát gyakorlatilag mindegyiknél folyt vér, mert ott azért tegyünk egy rábjegyzetet, amit te mondtál, tehát 1919 nyár végén azért folyik vér. Így van. Tehát azért volt egy fehér terror, előtte vörös, előtte meg a, a paraszti mozgalmak, az összesnél folyt vér. Egyek Egynél nem folyt vér. 89 ben hát, Így van. Ez egy nagyon érdekes kérdés. A másik, amit akartam mondani, hogy amit, amit, amit te mondtál az előbb, hogy 56 után. És 56 után a kádárék nagyon rámennek. nagyon, Ez a minőségi megtorlás, ugye? Igen, ez igen, egy fogalom. Hogy mindenkit, aki vagy helyi vezető szerepre emelkedett, ugye 56-nak nem volt egy nagy országos, vezetője, hanem, hanem helyi ö, ö, vezetők alakultak az. ki. Ezeket, most nagyon csúnyán fogalmazok, a Gajdeszbe küldjék, vagy aki csak potenciálisan lehetett volna, na azt is előveszik. Tehát itt megint nem is csak az, hogy elit, hanem az, hogy a társadalom összetartó közbizalmát, az, hogy van valaki, aki tudunk követni, akire érdemes odafigyelni, aki szervező lehet, vége. És nagyon érdekes megnézni, hogy addig tart például a magyar sport jelentős korszaka, aztán ugye most van egy újabb felévelés, amíg a horti időkben nevelkedett szakértői gárda állott. Ugyanezt megnézhetjük a mezőgazdaságnál, ugyanezt megnézhetjük az oktatásügynél. Tehát azért, azért, itt, amiről az elején beszéltünk, hogy mi lett volna, ha. Azért kérem, ezt is vegyük figyelembe. Uh, ugye, 62 után a doktrína nem változott, de a mondás igen, hogy aki nincs ellenünk, az az velünk van. És azt mondták, hogy vannak a tabu témák. Hát melyek a tabu témák? Ugye a, a szovjet megszállás, az egypártrendszer 56, a marxizmus-leninizmus minden hatósága, munkásosztály, mint élcsapat. Ha ezeket valaki nem piszkálja, akkor szépen csöndben, még a kis vikendházát is ottan, kalákában építhet és el lehet. Tehát egy ilyen tudatosan egy nihilista társadalmat egy építettek. Az emberekre, a, a, társadalomra azt lehet mondani, az apátiának egy ilyen fájtlát borították, hogy szépen fogalmazzak, és azt mondta, hogy el, el, lehet lenni, hogyha nem bántod a, a rendszert. Na most, ha bántod a rendszert, akkor is kétféle dolog történhet veled. Vagy elüldözünk, börtönbe zárunk, politikai, pszichiátria, akár hogyha egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen túlzott lényeglátó, igazságkereső, vagy akkor majd kigyógyítunk belőle esetleg az elmegyógyintézetbe, mert erre is bőven volt példa sajnos. Ha, ha ezt nem teszed, akkor, akkor, akkor el lehet itt nálunk, és ez azért szörnyű, mert azért gondoljunk bele, hogy 62-től 90-ig tartott ez a fajta világ, ugye a legvidámabb barak világa, és ennek azért bizonyos mértékig a mentalitása, a, a, a reflexei, a működési mechanizmusai, ezek azért éppen a vértelen ö, váltással átszüremlettek 90-ben, <hül> és még mindig isszuk a levét, még mindig fiatal, feltörekvőnek mondható, és általam nagyon várt generációkban csalódom, mert látom ezeket a, ezeket a zsigeri reflexeket, amik abban az időkben voltak. Hát a, mert a fő sodor ugye nem változott. És Így van. most nem az az érdekes, hogy kik, mekkora fluktuáció, de a fősodor határozza meg a közeget, az alkalmazkodási mintát, és ahogy a 45-ig, aki be akart kerülni a fősodorba, az legalább külsőre egy ember magatartás mintát át kellett venni, nem tehetett akármit. 89 után de láttuk, hogy mivel a fősodor az a közeg meghatározó súlyjal legalábbis részben átmentette magát, tehát akkor ehhez kell alkalmazkodni, és akkor ez megint ott tartunk, hogy a morális kérdőjelek. Na most azért annyit engedjünk meg, hogy tehát ugye volt arról szó, hogy kommunistáik is azért próbálták a régi szakembergárdát felhasználni. Persze ennek volt egy megfélemlítő része, ugye, mit tudom, maort per, akkor az ilyen ágazati perek, húsipari perek például, bányászati perek. Persze, tehát ezek voltak, de tényleg volt egy ilyen szakembergárda, és azt is mondtuk, hogy, hogy egy olyan féltudású evitett, neveltek ki. De azért, azért itt komoly életművek is születtek, nem csak a pártállamnak szigorúan elkötelezett, hanem azért a kádári időkben megvolt ennek a népfrontos történetnek egy olyan előnye is, hogy persze hát aki nincs ellenünk, az velünk van, aki nem, tehát szigorúan szakmai vonalon dolgozott tovább, azért az, azért itt, itt, itt felnőttek olyanok is, és most ugye már kicsit vénül feje, nekem kell itt a fiatal, mostani fiatalokat is megvédeni, feri állításainak egy részével ö, szemben. Tehát azért, hogyha körülnézünk, hogyha csak a focit nézzük, azért nagy nehezen, már azt hittük, hogy sose lesz, de kinőttek az új sztárok. Ö, de megnézhetjük ugyanezt a, a gazdaság területén, megnézhetjük ugyanezt ö, egyes kulturális, teljesítmények területén is. Tehát azért, azért szerintem lassan kezdi magából kízadni, a magyar társadalom azt a toxikus, ö... igen, csak, bocsáss meg, hát, Tamás, csak, előző. csak ha mondjuk összehasonlítjuk magunkat egy hozzánk hasonló fejlettségű, a, a, szociális bukásakor hozzánk hasonló fejlettségű lakosságú és nagyságú országhoz, mondjuk Csehországhoz, akkor láthatjuk, hogy micsoda különbség alakult ki, amiatt, hogy például a csehek sokkal ügyesebben nyúltak ezekhez a dolgokhoz, a, a privatizáció a... a szerkezetváltás, lustráció, tehát olyan dolgok történtek meg, amelyek miatt azért Csehország, hogy is mondjam, most azért lépett egyet. Ez nem, a... nem, 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 bocsánat, itt a lustrációt álljunk meg. Tehát a cseh kollégák elmondják így négy szem között, hogy azért az ott-ott -ot sem volt teljesen maradéktalan, ugye, ez az, amikor valaki mondjuk Kovácsnak hívják, akkor azt mondja, hogy hát én nem Csével írom, hanem ts már akkor esetleg lekerül a listáról. A másik az... Hogy azt is láthatjuk, hogy ez a ilusztráció ugye főként erőszak szervezetekre vonatkozó, olyan országok, amelyek gátlás nélkül elépítették a megörökölt szervezeteken, azok most bizony nagyon súlyos szuverenitási kérdésekkel néznek szembe. Ez egy abszurd csavar a történetben. A reprivatizáció az már egy másik kérdés, de azt átengedem a többieknek. Hát igen, a reprivatizációval kapcsolatban véleményem szerint az úgynevezett kárpotlási folyamatnak két sarokpontja lett volna. Az egyik, hogy a rendszer morálisan tisztalappal induljon. Egy elhatárolódás. Nem szavakban, tettekben. A másik, hogy a összefoglalóan nevezzük így, nem messze nem csak az arisztokráciáról van szó, összefoglalóan nevezzük így a polgári értékhordozó réteg helyzetbehozása. Ez lett volna a másik feladat, és a helyzetbehozás, az nem azonos a reprivatizációval, mert nem kell feltétlenül mindent visszaadni egyrészt, másrészt nem is lehet mindent, az emberekben működő értékeket kellett volna helyzetbe hozni. És akkor az mára már kinevelt volna egy, egy valódi elitet, egy nemzeti. Tehát alatt. te azt mondod, hogy nem történt meg a morális kárpótlás? Hát véleményem szerint nem nagyon. Teljesen egyetértek ezzel. Én azt gondolom, hogy a 89-90-es rendszerváltásnak is szembe kellett volna nézni azzal, amivel egyébként a kommunisták is szembenéztek bizonyos értelemben. Ugye, csak hát persze más a tartalma, ennek pozitív tartalma van már, mint a, nyilván Én, a 89-esnek, annak még nagyon negatív volt, de volt egy hasonlóság. A kommunisták is tulajdonképpen meg kellett, hogy tegyék azt a maguk célja érdekében, az osztályharc szellemében, hogy kinyírják úgymond, vagy háttérbe szorítsák a, a tőkés réteget, a polgárságot, végigmondtuk az egyházat, a, a vallást, és így tovább és a személycserék tömegét hajtották végre brutális módon. Na most a, a 89-90-es rendszerváltásnak azzal kell szembenéznie, hogy közben igen a Rákosi korszakban, majd később a Kádár korszakban, 40 év alatt mégiscsak kialakították a maguk szak, szakértelmiségét, kialakították a maguk rétegét, tehát igenis létezett egy kommunista, szocialista Államberendezkedés, egyetemekkel, szakértőkkel, tudósokkal, amikkel, gazdasági, parkúsra, elittel. gazdasági elittel, természetesen. Tehát minden területen, a kultúra, a tudomány és minden területen végül is ez a szocialista rendszer, ez rögzült, stabilizálódott. Jött a rendszerváltás, és eh, ahhoz, hogy tényleg cezúra legyen, ahogy te mondod teljesen jogosan, egy átalakulás, ahhoz sokkal keményebb kezekkel kellett volna ezt a folyamatot végrehajtani. Tehát az meggyőződésem, hogy ez egy, hogy mondjam, csak egy klasszikus rendszerváltás volt a 89-90-es, egy olyan, amelyik bizony megtartotta a helyén a kommunista, szocialista szakembergárdát, elitgárdát, és egész egyszerűen szörnyűséges dolgokba ütközünk bele, ha ebbe belemegyünk úgy komolyan, hogy kik maradtak ez 90 van. után, a egyszerűen a mindenféle felelősségre vonás nélkül. Tehát itt valami nagyon el lett rontva. Ezt Eri. kéne egyszer már végre mondanunk, Ez és, és van. ezért vagyunk abban a helyzetben, hogy 35 évvel a rendszer Nincs után. konkurenciája az átörök, magát átörökített fősodornak, mert ha konkurenciája lenne, akkor kiderülne, hogy a király meztelen, de hát jaj azt ne. És egyébként itt érdemes lenne összehasonlító elemzéseket tenni. Tehát, hogy mi az összefüggés esetleg a között, hogy nálunk volt a leglaszékezküsebb, legbársonyosabb a rendszerváltás, hogyan alakult gazdasági rendszerváltás nálunk és a Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában, illetőleg az egyes kommunista pártoknak, az egyes szatellitországokban mi volt a viszonya az adott állam, államalkotó nemzetének nemzeti étoszához, és ezek a viszonyok hogyan hasonlíthatók össze. Mi volt a különbség? Mert a román kommunista párt az román volt, a lengyel Igen. az ott is volt. a. válasz erre, bocsánat. Jukott, ennyi? Ne vegyétek el felétől, mert szerintem ő is pont erről. Hát, ehhez, erre szeretnék rá kapcsolódni egyébként azzal, hogy úgy, ahogy Tamás már el, elmondta, gyakorlatilag itt ugye az elftársak kinevezték magukat az első kapitalistáknak. Ugye volt egy előprivatizációs folyamat, és sok minden más, ami kimondottan elősegítette ezt, hogy ők szépen átüljenek a, a másik oldalra, és hát köszönik szépen, jól vannak azóta is. A egyébként egyébként két évtizedes gazdasági leépülés lett az eredménye. Így van, Hatosan így van, ez, 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 a, ez a másik. Ugyanakkor a, a glasszékesztyűhöz éppen hozzátartozik az, hogy ugye elmaradtak bizonyos dolgok, tehát Tetszettek volna forradalmat csinálni? De, igen, legalább meg kellett volna neveznünk Tetszettek azokat volna az embereket, nevezni. akik a, a múlt rendszernek az emberei voltak gyakorlatilag, és annyit mondani, hogy senkit nem üldözünk, nem kell tömegével itt börtönbe vonulni, mindenki élheti a maga polgári életét, de közhivatalt ne vállaljon az, aki kulcs szereplője volt az előző rendszernek, nem történt meg. Történt egy olyan privatizált, egy olyan kárpótlási folyamat, ami többet ártott, mint használt, mert azokat, akik ugye a kárvallot, voltak, azokat sértette legjobban Vérig és így nagyon nehéz őket a, a, az újra rendszerváltással be, behozott új rezsim oldalára állítani. Viszont a tulajdon transformációt kivéletelesen ö, könnyé, könnyűvé tette adott esetben mondjuk a zöld esetében. Hát hogyne, hát itt ugye fölvásárlások történtek, ami megint csak a mutyinak a, a kategóriája és még annyit visszaad mondjak, hogy Szó sincs arról, hogy én fiatal ellenes nem, lennék, nem természetesen. Nem, de is tudom, hogy tudom, hogy tartani. Én csak a politikában, és azért ez nem véletlen, a politikában, a politika hangvételében, és amikor jönnek az újak a reményeink szerint mások, akkor azoktól tart, ö, 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 észlelünk sokszor. Igen, ez meg a korszellem ami... része felé, tehát az a globalizációnak egyfajta megjelenése. De a kora, a kora kádár korszaknak a nyelvén beszélnek ifjú urak és hölgyek meg, sokszor. Meg egy a ilyen viszont, neomarxista korszellem kezd kialakulni. ez egy féloldalas rendszerváltás, amilyen ilyen szempontból Áronnak is igaza van, tehát fokozatosan lassan, Előjön az a fiatal generáció valamelyik, valamilyen szinten természetesen, amelyik hát részben globalista, de részben keresztény nemzeti, és hozza azt a szaktudást, ami nemzetközi szaktudás, és ennek örülünk, ez jó. De azért tényleg ne, ne menjünk el egy rögtön a 89-90-es változások előtt, mert a mai napig befolyásolnak bennünket, az, arra utalok, hogy féloldalas a rendszerváltás. Hát, fél e, fél volt egy szóval... mondat, a... Mihálynak, hogy tetszettek volna levezényelni akkor, amikor mondtam azt a mondatot, hogy tetszettek volna forradalmat Igen, hát érdemes a... lenne összehasonlítani a lengyel, a cseh, a magyar rendszerváltást, a gazdasági vonatkozásaival egy. Egy picit megpróbálhatom? Ezt a, enged meg, hogy annyit megemlítsek, hogy szerintem egy rendszerváltáshoz bármilyen fájó, de egy végtelen erős szemtelenség, annyit a rendszerváltók részéről, és egy végtelen erős függetlenség szükséges. Ezt a szemtelenséget és a függetlenséget abban értem, hogy nem nincsenek olyan kötődéseim az előző rendszerhez, melyek meggátolnak abban, hogy mindent a lehető leghatározottabban hajtsak végre. Nem akarok személyeskedni különösebben, de mégis muszáj. Talán megengedi ennek, a műsornak a kerete, hogy, az, hogy akkor belevágnék, tehát akkor azért én itt Antal József nevét mindenképpen megemlíteném, aki azért mégiscsak az első szabad kormány miniszterelnöke volt. Itt ö, látnunk kell azt, hogy Antal József elzárkozott attól, hogy legyen lusztráció, elzárkozott attól, hogy legyen egy történelmi igazságtétel, és elzárkozott attól, hogy bármiféle komoly személycsere történjen meg. Ennek következménye az, hogy ilyen riasztó dolgokat tudunk mondani, hogy Péter Gábor, az AVH-nak a vezetője, az 93-ban Ágyban és Párnák között halt meg például. Vagy hogy Csepi Lajos, aki az Ávűnek lett a vezetője, mint hiszkábét a mai napig írja a cikkeit rendületlenül az élet és irodalomban utalhatok biszkup Bélára. De, ne, de Tamás, egy pillanat, tehát mielőtt a saját sorainkba kezdünk, azért a nézőknek mondjuk el, hogy például az igazságtételi törvényeket Sólyom Vászló és Gönc Árpád akadályozták meg. Tehát azért itt, azért itt ilyen nevek is Akkor ő, hangozzanak De el. ha már egy itt párhuzamokról, az Nagyon örülök, hogy ebben vita alakul ki, de azért egy dolgot engedjetek meg, hogy fölvessek. Tehát nem lehet, hogy pont amiatt vannak ezek a, ezek a féloldalasságok, amiről viszonylag keveset beszélünk, de azért van egy sajátos párhuzam, mondjuk 1989 és 1867 között. Tehát egyfajta kiegyezés jelenik meg ebben az időben. Igen, de én azt hiszem, hogy az 1867-es rendszerváltás az azért egy komolyabb irányvonal volt, vagy komolyabb váltás volt, véleményem szerint. Tehát a, Mint a... Mint a 89-es, igen, mert a, a, hatalomnak a struktúrája, irányultsága, a fősodor, az ott szerintem inkább változott. Na most, bocsánat, egy rendszerváltáshoz mindig kell egy ellenevit, vagy nagyon csúnya veszek, egy külső megszálló erő. Egy külső nagy hatalom. Most ugye itt mindenki jön a lengyelekkel. Kérem szépen, a lengyeleknél a 80-as évek folyamán kialakult egy ellenevit, a föld alatti mozgalomban, amelyet történetesen a National Endowment for Democracy pénzelt az Egyesült Államokból. Illetve ott volt még a vengyel Migráció második-harmadik generációja. Ebből alakult ki aztán egy olyan elit, elit amilyen. A név azért ott, ott is álljunk meg, ott, ott gyakorlatilag a Német Szövetségi Köztársaság egyik gazdasági részeként kezdtek el funkcionálni, vívám gyorsan, tehát ott megint másról volt szó. Magyarországon megpróbált volna kialakulni egy másik evit, és nagyon izgalmas, hogy a 80-as évek közepén jön létre először a Magyarországi Soros Alapítvány, a másik oldalon pedig a Betven Gábor Alapítvány. De, de mégiscsak volt egy olyan örökség, volt egy ilyen, egy ilyen posztkádári ügy, ez a technokratáknak nevezett, ahol tényleg hát mondjuk azt, hogy falra váltak a nemzeti érdek fogalmához. És ebből következik az, hogy az új hidegháborús rendszerben, ahol egyébként a nyertes nagyhatalmak egyáltalán nem akartak semmiféle igazságtételt. Ők hozzászoktak, hogy kivel boltolnak, mindig is a, a, a a stabilitást részesítették előnyben, ugye a felfordulással szemben, tehát azért itt nem csak az, hogy mi mit akartunk, hanem az új nagyhatalmi rendszer gazdái, ők mit akartak, mit nem akartak, tehát azért ezeket is vegyük számításba. Igazad van, de azt is vegyük számításba, amikor különbség, tényleg kelet-közép-európai összehasonlítást teszünk. Hát, hogy például a balti államok, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, abban a furcsa, hogy mondjam, érdekes helyzetben voltak, hogy ők egyszerre nem csak antikommunisták voltak, mármint akik a változást akarták, hanem hát szovjet is voltak. Tehát ott például egyszerre jelentkezett egy olyan nagyon erős nyomás, ugye emlékszünk erre a békeláncra a három ország, egy-hat több... Ilyen Molotov-Ribbentrop évfordulóján, az 50 évfordulón volt augusztusban, 89-ben. Így, így van, így van, így van. Lanzbergis nevére például emlékszünk. Olyan. Ők retteltesen keményen azt mondták, hogy a kommunizmust azért is el kell küld, küldenünk a felébe, mert ez a szovjetekkel azonosítható, tehát azóta is tudjuk, hogy ebben elég komoly problémák vannak. Aztán például, Vegyük a cseheket, vagy a keretnépeteket. A cseheknél, a Gustav vagy a bulgárokat. A, a Gustav Huszak az utolsó pillanatig ellenállt. Ott muszáj volt a vencertélen felvonulni a tömegeknek, és végül ott halálesetek is voltak egyébként, nem kellenek, nem hiányoznak, de mégis egy nagyon kemény küzdelemben, egy szélsőséges kommunista rendszert kellett legyűrni, és ez lehetőséget adott arra, hogy a váltás egy kicsit élesebb legyen. Ugyanúgy a keletnémeteknél. Ott aztán persze bejöttek a nyugatnémetek, egyesültek, és onnantól kezdve úgy mondták, hogy abviklunk a németek, tehát hogy leép, például az egyetemi szférában, ezt megéltem, mert ösztöndíjas voltam. Akkor tájt egyébként Berlinben, a Humboldt Egyetemen olyan leépítéseket csináltak a nyugatnémetek, hogy a keletnémet professzorok... A nyugati marxisták elküldték a kelet Igen, szóval igen. Abban abba a házi bajnokságban talán nem érdemes belemenni, hogy hol csinálták ügyesebben a rendszerváltást? Hol ezért, hol azért itt most hangzottak el ugye a környező országban, illetve volt... Elő lehetne hozni a, a román rendszerváltást is, ahol a, országok országok forró, a az így, az nemzetbiztonsági elitem belüli váltást. Plusz én, egy forradalom. Egy e, fél mondatra visszahoznám azt, hogy, hogy Antal József, tehát itt most már tudjátok, 2024-ben nagyon könnyű ebből a kényelmes fotelből ugye megítélni, megbírálni azt a korszakot Antal Józsefnek a működését, de azért kétségtelen, hogy Magyarországon működött egy olyan kormány, az a bizonyos kamikáze kormány, amely kitöltötte a négy évét. Hát itt nem voltak kitöltött négy éves mandátumok gyakorlatilag a, a pedig kísérlet történt rá, bort. hogy ne legyen meg. Igen, elég hamar, hát, taxisbokád. Na de az utolsó négy percünkben eh, a sorban azért beszéljünk arról, és ez nagyon fontos, hogy ez mind előjött, eh, mert ez eh, alapvetően fölvet egy másik kérdést is, hogy az az elit, amely részben elmenekül Magyarországról eh, a, a korábbi korszakokban, eh, részben pedig teljes mértékben háttérbe szorítják, lehetetlenné, egzisztenciálisan lehetetlenné teszik. Az vajon egy ö, ö, olyan típusú ö, restitúcióban, mint ami Romániában volt, és ami azóta megváltozott, és most ezen ne nyissunk vitát, képes lett volna adott esetben, ö, a, ö, akár gazdaság erejénél fogva, akár más milyen erejénél fogva, morális erejénél fogva, ö, azokat a gazdasági pozíciókat betölteni, amelyeket egyébként elvárhatott volna? Nem tudom. Az nem tudom, mire lett volna képes, de a romániai reprivatizációnál lát, látjuk, hogy akik visszakaptak valamit, azok igyekeznek a, legalábbis a helyi társadalomban valamiféle előrevívő szerepet betölteni. És visszatérve az előzőekhez, az a tény, hogy nem alakult ki ellenelit, és az a tény, hogy a kárpotlást elszabotálták gyakorlatilag, ez nagyon szoros, pozitív korrelációban van egymással, véleményem szerint. Nem tudjuk, mi lett volna, ha, de valószínűleg, hogyha tisztességes ö, ellenelitre van esély tisztességes kárpótlás mellett, akkor valószínűleg hát nem tudjuk, mennyire, de előbbre tartanánk. Annyit tennék hozzá, hogy ö, én azt gondolom, hogy a tudományos életben, tehát például az akadémián, vagy az egyetemi szférában sem történt meg sajnos az a személycsere, ami lehetővé tette volna, hogy a, hogy a tudományos elit, az átalakuljon, ez és mondjuk, van. hogy én, aki az akadémián elég sokáig dolgoztam, azt tapasztaljam, hogy Simony János kollégámmal együtt ketten voltunk olyanok, akik nem baloldaliak és marxisták voltunk a politikai tudományok intézetében. Ezt ki kell mondani egy utólag, hogy ilyen helyzetek voltak, és ez nem csak a politikai tudományok. Ez sikeresen végbevitte egyébként a káderrendszer a tudományos elitnek ezt a fajta átalakítást. Pontosan. Így van. Százszázalékosan. Áron? Hát az ember ezekhez már nem is tud mit hozzáfűzni. Az biztos, hogy ha egy ilyen komoly változót átcserélünk, akkor máshogy folytak volna be a rendszerváltás utáni éve, és talán az a 2002 utáni nagy visszafordulás sem következhetett volna be. Így van. Feri, tiéd a végszó. Billy Lomax, aki egyébként egy 56-ra egy kiváló könyvet író, brit történész mondta, hogy a konszolidáltnak nevezhető szocializmusban nem az a legszörnyűbb, amikor van, hanem ami utána következik. A káros utóhatás. Még ma is ennek iszuk is a levét. Én bízom abban, hogy most már egyre csökkenő mértékben. Ez volt a végszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Örülök, hogy ez a beszélgetés lefolyt, és azt gondolom, hogy különösen itt a rendszerváltás utáni időszak körül kialakult élesnek tűnő vita, ez a folytatását is előrejelzi ennek a beszélgetésnek. Köszönöm szépen! Önök az Ez itt a kérdést látták, műsorunkat újra megnézhetik a mediaclick.hu-n és a youtube on is meghallgathatják a Spotify-on. Hogyan vesztette el identitását Németország, és milyen hatása van ennek a nemzetállamra? Erre keressük a választ az Ez itt a kérdés hétfői adásában. Tartsanak velünk akkor is, én kollégáim nevében is köszönöm. Egész heti megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!